Folytatjuk a beszélgetést. Következő beszélgető társaim, Polgár Péter és Anikó, Mária Gyüri Kegyhely munkatársai, Péter a Kegyhely kántora, Anikó pedig a sekrestyési feladatokat látja el a Kegyhelyen. Úgy is mondhatnám, hogy ők a fix pont ezen a Kegyhelyen, hiszen papok, püspökök jönnek-mennek, ők azonban az a fix pont, akik mindig maradnak és az állandóságot képviselik. A kérdésem hasonló lenne, mint amit Andor atyához is föltettem. Mi az első élményetek, ami megmaradt úgy a Kegyhellyel kapcsolatban? Mikor találkoztatok először a Gyüdi szűzanyával, Anikó először tőled kérdez? Hát én ide születtem. Sőt, mi több, még a dédanyám is ide született, Mária Gyüdre. Úgyhogy... Mire tudsz visszaemlékezni talán az első találkozás? Az első, amire emlékszem, hogy a nagymamámmal jöttem a templomba. A szüleim ugye dolgoztak, és a nagymamámmal mindig el kellett jönnöm a keresztútra. És ha meghallom a keresztút énekeket, akkor a nagymamám jut az eszembe, a szürke kabátjával és a hatalmas nagy szürke gombbal. A kabáton, és a mamával mentünk mindig a Kálvárián, és énekeltük a gyönyörű szép énekeket. Eleinte gondolom, hogy csak játszadoztam ott, de aztán így megragadt bennem ez a sok ének és a sok minden. Péter? Hát én a Győri Egyházmegyében születtem, és a Győri Könnyedő szűzanyától kerültem ide a Mária Gyüri szűzanyához 1981-ben. Az nagyon régen volt. És ugye a könnyedő szűzanyától a szomorúak vigasztalójához, mondtam, a legjobb helyen vagyok. Az első élményem, amikor ide beléptem a bazilikába, akkor még ugye nem volt bazilika, egy templom, nem tudtam megszólalni, csak letérdeltem. Hopp Ferenc atyával jöttünk át az akkori plébánossal, aki ugye jogszerűen meghallgatta orgonajátékomat, énekemet az előző kántorbácsival, és hát nem tudtam meghatódás nélkül orgonálni, tehát a fejemet is át kellett egy kicsit mozgósítani másfelé, hogy azért az énekem is úgy szóljon, ahogy az kell. Ez a mai napig megvan bennem, az élmények azok nap mint nap bennem fokozódnak, mert a szűzanya nagyon találékony, és nap mint nap minden egyes zarándoklattal, minden egyes zarándokkal, minden egyes ünneppel újabb és újabb örömöt és meglepetést ad számunkra. Igen. Én magam is emlékszem arra az időszakra, amikor te ide kerültél, csodálatos énekhangodra, ilyen fiatalként is fölfigyeltünk. Mit jelent egy Kegyhely kántorának lenni? Nagyon sokat. Nagyon sokat. Egy falusi vagy városi közösségben az ember... Nem, hogy megszokottá válik, vagy a feladata megszokottá válik. Szerintem azért a Jóisten dolgaiban nem lehetünk úgy megnyugodottak és megszokottan végezni a munkánkat. Mindig felfrissülve és frissen, újjongva. Viszont egy helyen, ahol ennyi zarándok jön, ennyi közösség jön, hatalmas kihívások vannak. Tehát ugye az egyházmegyénk nagyon szép tarka, hála jó Istennek. Ugye magyarok, cigányok, horvátok, székelyek és német ajkúak. Tehát te megtanultad a német és horvát énekeket is. Muszáj volt, igen. És tehát nagyon nagy kihívás. Amikor bejön egy zarándok csoport és odarakja nekem a kvotát, hogy ezeket az énekeket kérem, nekem azt el kell játszani, a legjobb tudásom szerint is el kell énekelni. Aztán a zarándoklatok levezetése is, hogyha igényt tartanak a kántorra. Tehát nagyon nagy öröm és nagyon nagy feladat, nagyon nagy kihívás, de ott az erő mindig ott van, amit a Jóistentől és a szűzanyától kapok. Most közben egy gondolat, Anikót is fogom kérdezni, de közben most egy gondolat jutott eszembe, hogy én is emlékszem még a gyermekkorom, tehát a 60-as, 70-es éveknek a zarándoklataira. Azért egészen más volt a világ, amikor az énekvezetők vezetésével ugye jöttek az egyes zarándok csoportok. Mennyit változott egy kántor szemszögéből az a keresztény közösség, vagy az a világ, akivel te itt találkozol? Nagyon sokat változott. Amikor én ide kerültem a 80-as években, a csodálatos, archaikus énekeken nőttem. És fejlődtem. Amikor bátyáról soha nem felejtem el, ez is az élményeim közé tartozik,
egy bőszoknyás Bunyevác talán volt a néni származásuk, gyönyörű hanggal köszönt el a szűzanyától. Mai napig a fejemben van, ugye, hogy ne hagyj el Mária, ne hagyj el Gyűjtnek csillaga. És tehát egész más, tehát visszatérjek a kérdésedre. Szóval változtak az énekek, változott a nép. Talán azt mondom, hogy az a korosztály az elmúlt sajnos, de nekünk a kötelességünk, kántoroknak, persze természetesen a Szent Egyetemes és Művészi Zene művelésével kiteljesedve, hogy megőrizzük ezeket az archaikus, gyönyörű énekeket. Nyilván, hogy azért kell válogatni belőlük, mert azért volt olyan, hogy János bácsi leült, és akkor írt valamit, ami hát egy kicsit nem volt éppen megfelelő. Viszont a tanáraim erre nagyon jók voltak, boldog emlékű Jáki Teodóz atya, aki azt mondta, hogy kis kolléga, figyelj mindig, hogy mit énekelsz. Istennek is, a szűzanyának énekelsz, de azért az méltó legyen. Fogadd el azt, amit egy idős kántor, vagy idős zarándok, vagy idős bárki, aki idejön a kegyhelyre, ugyanis meglátogatott minket itt, és énekel, és átad neked, de azért mindig legyen benned az, hogy a Szent Egyetemes is művészi legyen. Jó, köszönöm szépen. Anikó, egy kicsit térjünk akkor vissza a szolgálatra. Ugye te itt születtél, gyermekkorodtól ezt a levegőt szívtad. Gondoltad esetleg gyermekként is, hogy valaha itt szolgálattevő leszel ebben a csodálatos kegytemplomban? Azt gondolom, hogy a vágy ott volt bennem. Tehát a sekrestyében meg tudom mondani, hogy hol volt a helyem a hittanórán. És a tisztelendő bácsikat borzasztóan szerettük. És mindig azt gondoltam, hogy mindig elolvastuk az olvasmányokat, ugye, hogy vasárnap mit fogunk felolvasni, de én mindig beleolvasgattam az evangéliumokba is. És mindig az volt bennem, hogy de jó, nekik ők fiúkból vannak, és ők papok lehetnek. És megint csak a nagymamára térek vissza, hogy a nagymama mindig elküldött engem a Judit nővérhez, hogy vigyem el a virágot, mert hogy a templomba kell díszíteni. És én olyan boldogan mentem a kántorházba, akkor apácák laktak, és mentem a nővérekhez, és akkor azok ott látták, hogy én szívesen vagyok velük, azok ott beszélgettek velem, meg intéztük a virágokat, tehát a vágy biztos, hogy ott volt bennem gyerekkoromtól fogva. Tehát akkor a vágyat teljesült. Milyen ma Mária Gyűdön egy kegyhelyen szolgálattevőnek, sekrestyésnek lenni? Miből áll ez a munka? Hát, ha sokan nem látnak, hogy ez a kulisszák mögött van azért a sekrestye, ide azért a hívek nem nagyon látnak be. Meséljünk egy picit egy pár mondatot erről. Hát ez úgy néz ki, hogy ugye hozzám tartozik a tisztántartása, a díszítése, a terítőknek a mosása, a vasalása, minden, ami látszik, az minden. És az mellett van egy telefonom, amit az zarándokok általában megtalálnak, akár hajnalba, akár késő este, akár úgy, hogy itt vagyunk a Mária Gyüdi táblánál, szeretnénk egy szentmisét mondani, lehetne. Hát akkor telefonálunk tovább, plébános atya, megérkezett a zarándok csoport, húzzuk a harangokat, és jönnek a zarándokok. Régen nem volt ilyen sok zarándok, illetve teljesen másként zarándokoltak az emberek. Most ünnepekre inkább. Ünnepekre jöttek, így van, a nagy bucsukra jöttek. Én emlékszem rá, amikor vonattal jöttek még az zarándokok, leszálltak a vasútállomáson, és végig a falun énekelve, rózsafűzért mondva, zárókkal jöttek föl. És a gyűdi gyerekek egyébként az énekeket és a rózsafűzért imádkozni az zarándokoktól tanulták. Annak idején úgy mondtuk, hogy jönnek a bucsusok. És a szüleim mindig figyeltek arra, hogy most milyen búcsú jön. Hogy pünkösdel kezdtünk, ugye akkor jöttek a cigány testvérek. Szent Háromságkor jöttek a horvátok. Na de kisasszony itt van, hanem az egész napját rászánja, erre készül, és megérkezik. Teljesen más lelkülettel érkeznek meg a zarándokok, az ilyen zarándokok.
Még egy olyan kérdésem is lenne, hogy ugye ott a sekrestjében, a kulisszák mögött nagyon sok emberrel találkozol, papokkal, püspökökkel, akik itt szentmiséket mutatnak be. Piti valamennyire a szolgálattevőnek a lelki világát, azok a beszélgetések és találkozások, amelyek a háttérben történnek? Hát mindenféleképpen. Van esetleg olyan élményed, amely ezt... Én azt szoktam mondani, hogy ott a beszélgetésekből azt lehet látni, ki hogy viszonyul a szűzanyához. Nekem nagyon érzékeny téma a szűzanya, és sokszor azt látom, hogy megérkeznek a papok, mint egy református ember. Sok olyat látok, aki református módjára eljön a Szűz Máriához. És jönnek olyan papok, és olyan szolgálattevők, akik a boldogságos szűzanyához jönnek. Ég és föld a kettő között a különbség. Azok tudják, hogy hová jönnek, hogy hazai az édesanyához. Sokat lehet épülni rajtuk, igen. Igen, köszönöm szépen. Péter, egy pillanatra visszatérnék még. Érintettük itt Andor atyával is, ugye ő is mondta, hogy az első emléke az egy Mária Gyüd ifjúsági találkozóhoz, zarándoklathoz kapcsolódik. Ugye az orgonás ének és a gitáros ének között azért... Ifjúsági búcsún részem volt, búcsúban részem volt, nagyon nagy örömömre. Bíró Püspök úr, aki most ugye... Most. És a kántorházban is, valamint a plébánián is, és körben-körben a szabadtéri oltáron sátrak voltak, hatalmas nagy tömeg volt. Mindenképpen szól a fiatalok. Tehát a zenére visszavetítve, én nagyon szívesen éneklem a gitáros énekeket. Ugye nyilván ott is vannak, ami hát azért...